Remek útvonalat álmodott meg a kolozsvári Eke a Bánfi Miklós teljesítménytúrának, mely Galataszentkirály és a Vigyázó környékét járja be. Útközben találkozhatunk a rekiceli vízeséssel, a fehérkövekkel, csodálatos kilátással a Legyásza menedékháztól és a hármas kőszikla csúcsról, a havasrogozi mamutfenyővel, de ilyen helyzetekkel is. Hát ez nagyon brutál. Lássuk, hogy a villanypásztor működik-e. Elindult a Bánfi Miklós teljesítménytúra. Tulajdonképpen ez az idei első túrának nevezhető megmozdulásom, mert sajnos van egy valamilyen sérülésem, ami se nem jobb, se nem rosszabb így idővel, úgyhogy most megpróbálkozom a sok terápiával, és rögtön a leghosszabb távra jelentkeztem. Úgyhogy ma, ha minden jól megy és kibírja a lábam, akkor 35 km vár rám, több mint 1600 méter mászással és majdnem 2000 ereszkedéssel. Itt vagyunk az Asszonyfátyla vízesés közelében, az lesz az első ellenőrző pont. Ezeken a sziklákon télen folyik lefele a víz és lefagy, és ilyen kis lefagyott vízesések alakulnak ki, úgyhogy érdemes megnézni, talán többször voltam itt télen, mint nem télen. Ellenőrzőpont meg volt hamar, 15 perc alatt itt voltunk, legmagasabb pont, a következő a Fehérkövek. Most, hogy sikeresen lemaradtam utolsónak a vízesés filmezésével, ideje begyújtani a rakétákat. Hát, ha ez lesz az első teljesítménytúra csatornán, amit szintidő alatt megteszek, igyekeztem most minél könnyebbre pakolni a hátizsákomat, és egyelőre éreztetlen könnyebben tudok haladni. A kérdés az az, hogy mennyire fog működni ez a vízszűrős módszer, tehát kevesebb vizet pakoltam, és ahol tudok, veszek. Sok ők vigyáznak ránk ezúttal, hogyha menteni kell, majd őkének értem. Amikor legutóbb erre jártunk, eddig a kereszteződésig jutottunk, az télen volt, akkor ez az út teljesen jeges volt. Minden számomra is ismeretlen lesz a terep. Jön a letérő. Itt kell a sárga jelzést válasszuk. Érdekes út. Na, itt meredek lesz. Átváltottunk egy szép kellemes erdei ösvényre. Jó, puha. Le lett puhítva nekünk. Puha, ez kicsit alacsonyabbaknak van. Az ott fent elég ellenőrző pontnak néz ki. Felkerült a Szahara járó, 1 óra 50 perc. Második ellenőrző pont, már csak 5-szer ennyi. Következő megálló a Vigyázó menedékház, újabb vízvételi lehetőség kihasználva. Ez az út olyan jól futható lenne, hogyha nem lennék lesérülve,
és nem hordoznám még a Covid pocak maradványait, de mindenképp vissza kell térnem, és kipróbáljam. Mondjuk 10 kilóval kevesebbel itt elő. Szépen körbejárjuk a vigyázó csúcsát. A haladó versenyzők meg is másszák. 2 óra 50 perce indultam el, és már látszik a menedékház. Hát gondolom, egy 10-15 perc alatt ott leszek. Jól satszoltam. 13 kilométer eddig, és 3 óra. És mindjárt itt vagyok a 3-as ellenőrzőpontnál. Egy kis damage control. Remélhetőleg segít. Egy kicsit tisztább lenne az idő, akkor arra látnánk a Riszegtetőt, ahol a Kóskároly teljesítménytúrán jártunk, és még messzebb a Radnai-havasokat. Na, hát meg volt nagyjából egy fél óra pihenő a menedékháznál, és most jön egy jó meredek ereszkedő, és a következő ellenőrző pont a Mamutfenyő, ahol jártunk szintén télen, másfél évvel ezelőtt. Ez egy ilyen minden túrázó kedvence típusú ereszkedő. Szabályosak leszünk, és nem vágjuk le, hanem körbe megyünk ezen a remek úton. Valami sztárfelvételt szeretnél, Szamár? Majd átküldöm e-mailen, jó? Neked is, tehén. Na, és neked is, ló. Ha már itt vagytok, itt hárman. Tereszkedtem vagy 400 métert a menedékháztól. Leértem Havasrogoz, Rogozsél falu házai közé, és érezhetően sokkal melegebb van, mint ott fent a kellemes hegyi levegőn. Úgyhogy kezdődik a harc a hőséggel című fejezet. Hát ez a szereszkedő, ez rendesen megdolgozza az ember combjait, térdekről nem is beszélve, még így botokkal is. Sebesvárig nem megyünk el, de hosszabb az utunk, ami ránk vár, amikor a vigyázóra szoktunk felmenni Havasrogozról, a legrövidebb úton, akkor onnan jövünk, jobbról, de most balra térünk a Mamutfenyő felé. Méter árnyék, ez nagyon hiányzott. Most már közel a Mamutfenyő, és a következő ellenőrző pont. Lényegesen lassulok. A fő bajom az az, hogy a hátam görcsöl. Ilyen se fordult még velem elő. Úgyhogy mindenképp kell itt pihenjek. És azt hiszem, hogy beledőlök a botomba egy kicsit önmasszázs gyanán. Már 20 perc pihenő után elindultam. Botnak a végét használtam, mint masszőr. Valamennyit talán segített, de lássuk, hogy mennyit. A továbbiakban a túlélés a cél. Kb. 16 kilométert kell még megtennem. Van rá 6 órám. Hát 2,5 km per órás sebesség az már majdnem vánszorgás, úgyhogy valahogy négy kézláb csak bejutok. Jön a kedvenc részem. Lássuk, hogy őket megeszik-e vagy sem. Igaz, hogy ketten vannak. Ezek a kutyák itt voltak másfél éve is. Ugyanígy, szabadon hagyva. Lássuk, engem mennyire fognak szeretni. Egyedül, csomó színes dolog lóg le rólam, össze-vissza. Látszik, hogy egy snukul. Na szóval, jól látom. Csak nyugodt.
imádom, amikor a hátam mögött vannak. Hát mondanám, hogy nagyon ügyesen lekezeltem, de ugyanazból nem akartak csinálni velem semmit. Na, sok megosztuk-e? Nagyon unatkozhattak szegények. Továbbra is élek. Már mettek már a kutyák. És egyben is vagyok. Ez már egy jó eredmény már. Ez itt trükkös, mert se nem arra, se nem arra. Lássuk, hogy a villanypásztor működik-e. Oké, úgy néz ki, hogy ki van kapcsolva. Hát sem hiszem, végre egy kis árnyék. És nem köves, földes, poros út. Közeledünk a főúthoz, mert hallatszanak a járművek. Na hát elvileg ott át tudunk majd kelni szárazon. Hítsek el. Lássuk a nagy átkerést. Eddig jól megy. Siker! Következő ellenőrző pont Székely, jó? 22 kilométernél. Bevallom, hogy nem vagyok éppen komfortos állapotban. Úgy van ez, hogy eleinte fáj az emelkedés, aztán az ereszkedés, aztán már minden. A jó hír az az, hogy sem a lábsérülésem nem kiabál nagyon hangosan, csak halkan. És egyelőre hátam is jól bírja a bot masszázs után. Csacsi forma. A biciklisek is. Na, ha lud legyen kövér, elindultam a 35B-n. Még van 13 kilométerem, 500 mászás, 600 valamennyi ereszkedés. És a nap poénja, hogy a sebesség kategóriák vannak a futók, aztán az öregek, és aztán mi. Na már kezd felsejleni, hogy mi vár rám. A kőhegy következik. Hát ennek most annyira nem örülök. Tudjátok a feladatot a csigával, amelyik mindegyik órában fel annyit tesz meg, mint az előzőben? Én vagyok a csiga. Hát ez nagyon brutál. A meleg miatt. Mert hát elég meredek is, de a melegben őrület ezt kimászni. Miután már az ember a lábát kinyírta az első 20-valány kilométeren. Le kell hűtsem magam, úgyhogy egyszerűen nyakon öntöttem magam vízzel. Úgy látom, hogy a mászás már nagy rész megvan. Visszamásztunk 1000 méteres magasságba. Ez az önmagamat nyakon öntés egyelőre elég jól beválik. Lássuk, hogy meddig dzsungelharc. Pedig még le is tisztították, milyen lehetett előtte. Hát ez a szakasz mindenképp mentálisan nagyon-nagyon kemény. Először kimásza az ember ezt a meredeket, és aztán harcolhat a bozóttal, és hullámzik egy jó időn keresztül, mikor már azt hiszi, hogy felért. Ez tényleg igazi kihívás. Mondjuk a kilátás sem utolsó. Indulástól 8:20 perc. Thank you.
meg voltam róla győződve, hogy az utolsók között vagyok, de láttam az elébb a lapot, ahol bejelölik, hogy ki haladt már el, hát nagyon foghéjas. Hát így ránézésre a negyede, harmada haladt el, és ez a hármas kőszikla ellenőrző pont meg 40 perc múlva zár. Hát egyesek feladták Székelyon, nem csodálom, lehet, hogy ők döntöttek jól. Na, betettem egy kis plusz távolságot, hogy nehezebb legyen. Azt hittem, hogy elvesztettem a filterem, úgyhogy visszajöttem az ellenőrző pontig. Természetesen, hogy a hátizsákomban volt, csak egy másik zsebben. Kilenc és fél órával indulás után ide érek az utolsó előtti ellenőrző ponthoz, a Kőhegy tavához. Hat kilométert kell megtegyek másfél óra alatt. Talpam az már nincs. Próbálok úgy tenni, mint hogyha nem fájna. Pedig fáj. De most nem gondolunk arra. Arra gondolunk, hogy be kell érni. Arra gondolunk, hogy már három holtponton túl vagyok most már. Nagyon rossz nem lehet. És hölgyeim és uraim, premiér a csatornán, 10 óra 51 percre indultam el, és 1-2 percre vagyok a céltól, ami csak egy dolgot jelenthet, hogy szintidőn belül be fogok érni. Hihetetlen.